Üdvözlök mindenkit, Hengeri vagyok, ez pedig itt a Top Listák. A mai videóban olyan igaz, vagy legalábbis állítólag igaz történeteket fogok bemutatni, vagy inkább elmesélni nektek, amelyekben egyes emberek szellemek, vagy éppen démonok által voltak kísértve. Mondjuk nem tudom, hogy ez a megfogalmazás mennyire állja meg a helyét, de én nagyjából ilyesféle történeteket igyekeztem összekaparászni. Nem szeretnék sokat szövegelni itt a videó elején, ám mint láthatjátok, tudhatjátok, régen volt már hosszú videó itt a csatornán, mostanában nagyon ráfeküdtem a rövid videók, illetve a gameplay videók gyártására, ami hát lehet, hogy nagy hiba, de hát ez van. Nem is szeretnék nektek ezzel kapcsolatban magyarázkodni, viszont annyit szeretnék kérni, ha valakit érdekelnének gémes tartalmak, akkor annak nagyon megköszönném, ha megnézné a Mindkeveri Channel nevű csatornánkat. Igazából a csatornán található videók nagy része az még az ősidőkből maradt ránk, ám készülgetnek most már a gémes tartalmak, amelyeket még egyelőre elég bénzsák, de hát már megint ez van. Minden esetre, ha ott is támogatnátok engem egy feliratkozással, egy lájkkal vagy más egyébbel, azt nagyon szépen megköszönném. Persze csak így szóban tudom megköszönni, nagyon szépen köszönöm. Ha valakinek ez elég, akkor elég, ha valakinek meg nem, akkor hát most meg már megint ez van. És akkor elég is a pofából, lássuk is azokat a hátborzongató, szellemes történeteket. Negyedik. Sarah. Nos, az első történetünkkel kapcsolatban az első gondolatom az volt, hogy ez az egész valójában egy jól hosszan elhúzott átverés, egy telefon betyárkodás volt, ám attól függetlenül, hogy én mit gondolok, ti lehet, hogy máshogy látjátok a dolgokat, a lényeg, hogy egy illető, akinek már megint nem tudom a nevét, és akit emiatt most nevezzünk Ellennek, azt állította, hogy valakik igen hosszú ideig hívogatták, lényegében zaklatták telefonon. A történet lényege, hogy Ellent egy napon felhívta valaki, hogy egy bizonyos Sarah nevű nőt keres. Ellen, mivel nem ismert ilyen nevű nőt, meg hát ugye őt sem hívták Sarahnak, ezért azt mondta a telefonálónak, hogy téves hívás, bocsánat. A telefonáló illető szó nélkül le is rakta a telefont, ám Ellen ezzel nem úszta meg a dolgot, ugyanis ezt követően többször is hívták őt. Az állítása szerint minden alkalommal más hang szólt bele a telefonba, ám mindenki Sarah-t kereste, mivel előfordult, hogy Ellent éjszaka vagy éppen hajnalban ébresztették fel a hívások, ezért úgy gondolta, hogy utána néz a dolgoknak, és számára ekkor kezdett érdekesebbé, vagy inkább furcsábbá válni ez az egész, ugyanis azok a telefonszámok, amelyekről hívogatták őt, nem léteztek, lényegében vissza sem tudta őket hívni. Természetesen Ellen ennek ellenére nem adta fel, úgy gondolta, hogy biztos van megoldás, ám bármennyire is kutakodott, hát egyszerűen nem talált semmit. Magyarul nem sikerült kapcsolatba lépnie a zaklatóival, kivéve ugye akkor, amikor ők hívták őt. És hát igen, itt jön az újabb érdekes része a dolognak, ugyanis Ellen úgy volt vele, hogy ha legközelebb hívják, akkor azt fogja mondani, hogy igen, Sarah itt van, mit szeretnének tőle. Ekkor amúgy már jó néhány hónap eltelt az első hívást követően, ám a lényeg, hogy a hívó nem úgy reagált, ahogy Ellen azt elképzelte, ugyanis a hívó azt mondta, hogy nem, Sarah nincs ott, majd letette a telefont. Ezt követően Ellen ismeretlen számoktól kezdett hívásokat kapni, viszont hiába vette fel a telefont, nem szólt bele senki, azonnal letették, ám egy alkalommal nem tették le, mondjuk akkor sem szólt bele senki a telefonba, Ellen csupán a szuszogást hallott, viszont Ellent ekkor valami nagyon kellemetlen érzés kerítette a hatalmába, a leírtak szerint úgy érezte, hogy valami nem stimmel ezzel a telefonos dologgal, és hát lényegében ennyi. Nos, nem tudom, hogy ti hogyan vélekedtek erről, ha gondoljátok, írjátok meg kommentben. Harmadik. Zúzódások. A most következő történetünkkel kapcsolatban nem gondolnám azt, hogy szellemről vagy szellemekről van szó, de ez megint csak az én szerény véleményem, így mindenki azt gondol, amit szeretne. A lényeg, hogy egy illető, akit most nevezzünk Annának, egy napon azzal szembesült, hogy ébredést követően karmolások vannak a hátán, amelyek még véreztek is.
illetve zúzódások voltak a lábain. A történetet egy kissé ijesztőbbé teszi az a tény, hogy Anna egy farmon álló igen régi házban lakott, plusz hogy a testvére aznap hajnalban furcsa hangokat hallott Anna szobájából. Itt állítólag egy már felnőtt testvérről van szó, aki hajnalban kelt, hogy melózni tudjon menni. Bár pontos információk itt sincsenek, viszont Anna mind az eset előtt, mind pedig az esetet követően több alkalommal is úgy ébredt, mintha hát egy kümütén vett volna részt, magyarul olyan volt, mintha megcsapdosták volna a kis testét, plusz Anna mindemellett sokszor hallott furcsa hangokat, például kaparászó hangokat a szobájában. Természetesen Anna úgy gondolta, hogy maguk a hangok a ház padlásán tartózkodó különféle állatoktól származhatnak, a testén lévő sérülések pedig saját magától. Úgy vélte, hogy mindig agyonverte magát álmában, ezért is lehetett az, hogy aludni sem tudott rendesen, hiszen az állítása szerint álmatlanságban is szenvedett. Nyilván ezek teljesen érthető dolgok, ugye ezt a szempontot nézve, vagy ezeket a szempontokat nézve, ám ezek a dolgok azonnal megszűntek, amikor Annáék néhány évvel a furcsaságok megkezdődése után új házba költöztek. Hát igen, vannak dolgok, amiket hát nehéz elfogadni. Második. Életre kelt játékok. Nos, a mostani történetünk sokkal inkább illene egy életre kelt dolgok videóba, de mivel azt a videót valami brutál nehéz volt összeszedni, ezért ezzel inkább most nem nagyon szeretnék bajlódni, így maradunk itt ennél a videónál. A lényeg, hogy most egy olyan srác történetéről lesz szó, aki az elmondottakat 5 éves korában élt át, így elképzelhető, hogy minden, ami történt, csupán a képzelet szüleménye, ám ettől függetlenül én érdekesnek találtam ezt az egészet. Kezdjük ott, hogy a történetet mesélő illetőnk, akit most hívjunk Márknak, gyerekként ugye 5 éves korában időnként arra ébredt az éjszaka közepén, hogy a játékai életre keltek. Egyből jöhet is a következtetés, hogy itt álomról, álmokról van szó, vagyis ezekről lehet szó, viszont ami az egészet érdekessé varázsolja az az, hogy Márk időnként arra ébredt, hogy a játékai például az arcának repülnek, mindemellett a játékok reggel nem ott voltak, mint előző este. Márk többek között ezért is gondolta úgy, hogy a játékai életre keltek. Nos, nekem itt eszembe jutott az alvajárás is, de hát ez már megint csak egy saját vélemény, ugye akkor szétpakolázhatta a játékait, úgyhogy nem is tudott róla. Természetesen Márk szülei azt mondták a gyermeküknek, hogy azért keltek életre a játékok, hogy éjszaka vigyázzanak rá, mármint Márkra. Viszont Márkban felnőttként is olyan élénken élnek ezek az emlékek, hogy úgy gondolja, hogy ennél sokkal több állhat a háttérben. Többek között szellemek, telepátia, meg hát egyéb más dolgok. Te mit gondolsz, mi lehet az igazság? Írd meg kommentben! Első, némán üvöltő bácsi. Az utolsó történetünkkel kapcsolatban szintén nem tudom, hogy hogy állok, ugyanis szerintem itt szintén nem szellemről, szellemekről van szó. A lényeg, hogy egy nem vallásos családban egyszer csak megjelent egy állítólagos szellem. Azért említem, hogy nem vallásos, mert általában az ilyen emberek nem hisznek az olyanokban, mint Isten, meg szellemek, meg egyebek. Mondjuk szerintem a vallás meg az Isten hit az két különböző dolog, de ez megint egy másik téma. A lényeg, hogy az említett család tagjai nem hittek Istenben, sem a szellemekben, sem semmi olyanban, amit hát nem hallanak, látnak a híradóban. Mégis az anyukát egy a folyamatosan föléhajoló, némán sikoltozó idős férfi kísértette. Ez valamilyen szinten igen sűrűn előfordult, méghozzá éveken keresztül. Az anyuka nem akarta ezzel rémizgetni a családot, így ezt nem árult el sem a gyerekeinek, sem pedig senki másnak, ám miután elköltöztek az otthonukból, és a gyerkőcök felnőttek, az anyuka elmondta a gyerekeinek, hogy miket látott, illetve hogy miket lát, ugyanis a szellem az az új otthonukba is követte őket, és bár mind az apuka, meg hát nagy valószínűséggel a gyerekek is kinevették őt, mármint az anyukát, mégis kiderült, hogy az anyuka nem hazudik, ugyanis egy idő után a család többi tagjának is sikerült találkozni a titokzatos szellemmel, ami számomra azért para már megint egy kicsikét, mert anyumat megkérdeztem a videó készítése közben, hogy neki nincsen ilyen sztoria már, mint ilyen szellemes,
és hát volt neki, hát nem ilyen hosszan kísértős, de anyum is egy ilyen hasonló, föléhajolós, üvöltözős, hát némán üvöltözős akármiről beszélt, úgyhogy gyerek, ám, meg emberek, vécére menni, rendesen kell venni egy mini vécét ide a szobába, úgyhogy.